ha nem is tudatosan, de tudatalatt szeretnénk valahogy hasonlítani rájuk dolgokban. Nálunk alapvetően a kisvárosban kazettákat vásárolt mindenki, és az is volt a kisboltokban, és szerintem nem volt nagyon nagy választék, tehát mondjuk azt nem tudtam megvenni, amit nagyon szerettem volna. De ha jól emlékszem, akkor ilyen biztos vásároltam DJ Bobót, meg Music Instructort, akkoriban brékeltem, és az pont passzolt oda. Talán Linkin Park is volt az elsők között, de tényleg kevés volt az a kazetta. Be kell valljam, igazából az volt, hogy másoltuk, volt ez a másoló sif, és akkor magunknak a jó nótákat átmásoltuk egy saját kazettára. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi lenne az én lemezem úgy igazán, és mivel ez a lemez a Red Hot Chili Peppersnek a Californication című lemeze, pont akkor tárt jelent meg, és jutott el hozzánk, amikor bennem bontakozott ki ez a zenész dolog, és először pengettem az akusztikus gitárt. Úgyhogy azt hiszem számomra, hogyha egy lemez kellene mondani, akkor ez lenne az, és ez az, ami talán a szívemhez a legközelebb áll. Ebben a zenekarban, a Red Hot Chili Peppers zenekarban minden egyes tagnak megvan a feladata, és abban a feladatban nagyon-nagyon jó. És ez a lemez talán azért különleges a Californication, mert itt újítást hoztak be. Visszatért a Frusciante régi gitáros, és valami újjal kísérleteztek. És ezt sikerült is összerakni. Sokkal popposabb vonalat képviseltek, ami közelebb áll az én szívemhez. Dallamosabb vonalakat képviseltek, nagyon vagány szövegvilággal. Szóval egész egyszerűen az, hogy hogyan lehet kísérletezni úgy, hogy közben nem maradsz az alter vonalon, hanem populárisabb maradsz, de mégis őszinte a zenét. Úgyhogy talán valahol összességében ez a kohézió, ami működik a zenekarban, és ezen a lemezen alakul ki szerintem a legeslegjobban ez az, amiért az én lemezem. Sokféle dolog visszaköszön szerintem erről az albumról, de hogy alapvetően Red Hot Chili Peppersnek a munkásságából a mi világunkban. Egyrészt a zenekarból mindenki szerette, másrészt el kell képzelni, amikor Scar Tissue-nál a videoklipben ott vannak az autóban, és egy családként utazzák végig a nem tudom országutat. Valahogy ez a fajta szellem, amit ők képviselnek, a bátorság, a kohézió, az együttműködés, az inspirációs dolgok, az, hogy mindig mernek újat csinálni, és soha nem ragadnak bele abban, amiben vannak, hanem mindig keresik a kiutat, és próbálnak előre menni. Úgyhogy nagyon sok olyan dolog van szerintem, amit mi is, ha nem is tudatosan, de tudatalatt szeretnénk valahogy hasonlítani rájuk dolgokban. A kettőssége tetszik igazából a lemezborítónak, meg ez is az a bátorságot jelképezi. Tehát itt van nekünk az óceán vagy a tenger, és közben mellette egy medence, amit én nem is szoktam érteni sokszor, hogy miért kell a tenger mellett egy medence legyen, de hogy nem elég, hogy medence van benne, hanem ilyen pirosas, ilyen felhő formátumú valamik. Tehát nagyon, nagyon absztrakt, nagyon bátrak, és szerintem ugyanígy fogalmaznak a dalaikban is, és zenéileg is ugyan ilyesmit képviselhetnek. Mondjuk a Frusciante, amikor szólózik, akkor mindig odarak valami olyan hangot, amire te nem gondolnál. És azt hiszem, a borító is valami ilyesmit szimbolizál. Tehát olyasfajta lépéseket tesznek meg, amire az ember nem gondolna, nem számítasz rá, és mégis megmarad a füledben, és megmarad az agyadban. Azt hiszem, hogy nagyon sok nótánk van különleges hatással a rajongókra, és az a jó, hogy mindegyik egy picit másféleképpen. Tehát vannak olyan nóták, amire alig várják, hogy felcsendüljön, mert fel tudnak szabadulni, vannak olyan nóták, ami megsiratja őket, vannak olyanok, ami alatt el lehet gondolkodni a mindenféle világ megfejtésen. És ez a jó, azt hiszem. És mi mindig előre nézünk, és a következő nótákon jár, már most a pörög a fejem, amikor arról beszélgetünk, hogy milyen hatással, vagy melyik dalok vannak hatással igazán a rajongóinkra. Én remélem például, hogy az Őszi szél című nótánk nagy hatással lesz, az nem egy annyira ismert nóta, de annál kedvesebb számomra, viszont valószínűleg az Olyan ő című dalunk az, ami a legtöbb embert bevonza és kivált belőle valamiféle, igazából nem tudom mit, de majd megkérdezem tőlük.